amint az a napokban uralja a közéletet. Ugye egyre jön az árvíz, folynak a munkálatok, rengeteg önkéntes van kint a gátakon, nagyon sok politikus és celeb is kimegy öncélúan egyébként szelfizgetni. Ezt mi nem tartjuk túlságosan elfogadhatónak. Persze az jó dolog és hasznos és kell is, hogy a politikusok is kimenjenek, de annak túl sok értelme nincsen, hogy ott akadályozzák a félóránkénti fotózkodásaikkal a munkálatokat. Egy politikusnak az volna igazából a dolga, hogy például a parlamentben felhívja a figyelmet és tegyen a felelős vízgazdálkodásért, de most nem róluk szeretnék beszélni, hanem azokról a rendvédelmi dolgozókról, akik most is becsülettel helytállnak, ott vannak és építik a gátakat. Hatalmas köszönet nekik ezért, és ugye kiemelve a tűzoltókat, a társadalmi megbecsültségük az hatalmas, talán a legmegbecsültebb hivatás az övék. Ehhez képest viszont azt látjuk, hogy a rendvédelmi szervezetek az állam és a kormány részéről finoman szólva sincsenek anyagilag megbecsülve. Mert az teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ezeknél a szervezeteknél, és nem csak a kezdő munkavállalók, hanem már olyan munkavállalóknak a fizetése sem éri el a hivatalos átlagbért, akik ott dolgoznak. Persze nyilván ebben nem tartoznak bele a tiszti állomány tagjai vagy a tábornokok, de úgy gondoljuk, hogy ez egy jó apropó, hogy a Mi Hazánk mozgalom régi követelését újra kommunikáljuk, hogy a rendvédelmi dolgozók számára mi egy minimum 50%-os béremelést szeretnénk kieszközölni, de ez még nem elég. Szeretnénk visszaadni azokat az elvett jogokat is, amelyeket a Fidesz kormány elvett, ilyen a szolgálati nyugdíj, vagy például a BM kórház. Úgyhogy több megbecsülést szeretnénk a rendvédelmi dolgozóknak, és még egy gondolatra ki szeretnék térni. Azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy a tűzoltók jelentős részének üzenetét is tolmácsolom. Láthatjuk ugye a gátakon, hogy katasztrófavédelem felirattal ellátott ruházatban teszik a dolgukat, csak hogy ők nem katasztrófavédelmisek, hanem tűzoltók. Látszólag ugye ez egy apró különbségnek tűnik, de csak annak, aki nem tudja az előzményeket. 2012-ig kell visszamenni, akkor az önkormányzati fenntartású tűzoltóságokat megszüntették, és a katasztrófavédelmi főigazgatóság alá söpörték be a kormány döntése nyomán, és azóta nagyon sok összeütközése volt a tűzoltóknak a katasztrófavédelmi főigazgatósággal, és hogyha megnézzük a számokat, hogy a katasztrófavédelemnek van mintegy 11 ezer alkalmazottja, dolgozója, ebből 4000 a katasztrófavédelmi és 7000 a tűzoltó. És ez a 7000 tűzoltó van most kint a gátakon, és nagyon jó lenne, hogyha az irodából a katasztrófavédelmisek is besegítenének, no nem abban, hogy megmondják, hogy a tűzoltók hogy dolgozzanak, ahogy sajnos a korábbi években volt erre példa. Szerencsére idén ilyenről még nem tudunk, de minden esetre jó lenne, hogyha akkor a teljes katasztrófavédelem kivonulna, és példát mutatnának akkor ők is.